A Misina Természet és Állatvédő Egyesület már évek óta rendez tábor gyerekek számára, aminek keretén belül a fiatalok megismerkedhetnek az állatokkal, valamint tiszta képet kapnak a helyes állattartásról. Ebben az évben is változatos programokkal várják a gyerekeket az egyhetes táborba. Mondhatjuk, hogy most már 30 éve működik az Egyesület, és megalakulásától kezdve folyamatosan szervezzük ezeket a táborokat, amelyeknek most állatközelben a címe most már jó néhány éve. Kicsit vegyes, tehát az itt lévő gyerekek a nálunk található állatfajok, mondhatnám, hogy talán mindegyikével megismerkednek. Vannak olyan napok, amikor a vadállatokkal, vannak olyan napok, amikor a házi állatokkal. Ha jól emlékszem, szinte minden nap van kutyás program, minden nap van lovas program. Reggel 8-ra jönnek a gyerekek, 4 óráig vannak itt nálunk, egy meleg étkezést kapnak. Közben azt gondolom, hogy nagyon változatos ez a program, hiszen nem elsősorban az a célja, hogy itt most megtanuljanak lovagolni, vagy szakképzett kutya kiképzőt legyenek, hanem hogy megismerkedjenek ezek az állatokkal, megtanulják azt, hogy hogyan kell hozzájuk nyúlni, és esetleg a későbbiekben, amikor állatot fognak jövőbe fogadni, bízunk benne, vagy pedig állatot fognak tartani, akkor már tisztában legyenek ezekkel a feltételekkel. Ne divatból tartsunk állatot, nyilatkozta Farkas Tamás, a Misina Egyesület elnöke. A tábor alatt kötelességüknek érzik ezt a gondolkodást a gyerekeknek is megtanítani. Nagyon fontos, hogy ne divatból tartsunk állatot, hogy a gyerekkel is elfogadhatjuk azt, hogy lehet, hogy egy agámát, egy törpesünt, vagy egy csincsillát, vagy akár mondjuk egy papagájt, akikkel itt megismerkednek. Nagyon jó közel kerülni hozzá, nagyon jó megsimogatni, megismerkedni, de otthon csak akkor tudom tartani, hogyha feltételeket biztosítani tudom. Az idén 4 tábort rendez az Egyesület. A szervezők legnagyobb örömére minden hely elkelt már. Ez azt bizonyítja, hogy van igény ezekre a táborokra, és a gyerekek szívesen vesznek részt a programokon. Ezért a következő években is szeretnék megrendezni ezeket a foglalkozásokat. Úgy gondoljuk, hogy bízunk benne, a Misina is hosszú éveken keresztül fog még működni, és a Misinának az egyik legfontosabb küldetése, talán mondhatom ezt, a gyerekek nevelése, a szemléletformálás, és ennek egy formája ezeknek a táboroknak a működtetése. Az állatmenhely fontosnak tartja, hogy a gyerekek már fiatalon megtanulják a helyes állattartást, és a közeljövőben, ha házi kedvencet szeretnének, ez szerint járjanak el. Ebben is nagy segítséget nyújtanak ezek a táborok, amelyekre minden érdeklődőt szívesen várnak.